szeretné, hogyha csak lassan is, de csak gyarapszik a létszám. Reméljük 4 órakor egy nagyon mértékű létszámnövekedésről is megbizonyosodhatunk. Azt szeretném még most nektek elmondani, többen kérdezték, hogy sztrájkolunk-e, miért nem sztrájkolunk. Na most a szakszervezetünk álláspontja az, hogy mi nem sztrájkolni akarunk, mi nem munkabeszüntetést akarunk, mi nem kárt akarunk okozni a vállalatnak, mi egy tisztességes megállapodást szeretnénk kötni. Ebbe kérjük a támogatásotokat. Na most nyilván, hogyha semmilyen eredményre nem jutunk, annak ellenére, hogy itt segítettek bennünket a tárgyalás során a jelenlétetekkel, ebből a tömegből is látszik azért, hogy a dolgozók elszántak, nekünk pedig a dolgozókat kell képviselnünk, tehát hogyha nem születik semmilyen előrelépés, megállapodás, akkor nyilván beszélni fogunk a folytatásról is. Másik, amit szeretnék kérni tőletek, hogy itt említette Béla, hogy országos szinten is erősítenek bennünket, jelenlétükkel is támogatnak. Itt van például Margitai Péter Gödöllőről, azt bizonyára nagyon sokan ismeritek a gyógyszeriparból. Ő is szeretne néhány szót szólni hozzátok, úgyhogy én most át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azért mondom, hogy kollégák, mert hát 41 évig ennél a cégnél dolgoztam én is, most már nyugdíjas vagyok, ennek bizonyára tudjátok az okát, Gödöllő bezárt. Gödöllőn már nincs egyetlen egy tevás munkavállaló sem, legalábbis a Táncsics 82-ben. Ez egy nagyon szomorú történet, viszont azt végig éreztük, hogy a debreceni kollégák mindig mögöttünk álltak, és én sok-sok éven át tárgyaltam itt a debreceni kollégák érdekében is, tehát ez egy kölcsönös kapcsolat volt mindig. Összekötött minket nem csak az, hogy egy cégnek a dolgozói vagyunk, hanem az is, hogy egy közös célunk van, az, hogy valamennyi dolgozó tisztességesen tudjon megélni az itt megkeresett béréből. Hangsúlyozom, a főműszakban megkeresett béréből, és nem csak azzal, hogy műszakpótlékokkal, túlórákkal és más egyéb módon próbálják kiegészíteni a bérüket, mert ez a családok rovására megy. Sajnos Magyarországon ez egy tendencia, nem véletlen, hogy tiltakoztunk december 8-án is a 400 órás túlóra, illetve a 3 éves kifizetés ellen. Most, ami miatt itt összejöttetek, az nem más, mint a tisztességes bér a tevánál. Sajnos az elmúlt évek bérfejlesztései ezt nem tették lehetővé. Most eljött az a pillanat, amikor már tovább nem lehet hallgatni, nem lehet csak az öltözőbe, a munkapad mellett duruzsolva elégedetlenkedni, hanem ki kell állni. Köszönöm mindazoknak, akik ide kijöttek, és segítik azt a munkát, amit most fönt a harmadik emeleten a kollégák végeznek, és reméljük, hogy eredményesen. Ahhoz is Magyarországon sajnos már bátorság kell, hogy az emberek kiálljanak a jogaikért. Ez elég szomorú, viszont akik itt vagytok, legyetek büszkék magatokra. Magyarországon a gyógyszeriparon belül nem tudok olyan demonstrációra, ami most itt ma megvalósul. És azt gondolom, hogy ez mindenkire hatással lesz, reméljük, hogy a TEVA felső vezetésére is. Nem véletlen, hogy külföldről a TEVA egyik legfelsőbb vezetője is a tárgyalásoknak a részese, igaz, csak telefonon keresztül, de ez mindenkit úgymond megmozgatott. Megmozgatott a ti ellenállásatok, az, hogy most már a továbbiakban nem akarjátok elfogadni ezt a fajta béremelést. Sajnos országosan is sújtottak minket, és nem csak a 400 óra, de vegyük a kafetériát. A kafetéria részleges, úgymond szűkítése, az rengeteg családot érintett. Legyen csak az iskolakezdési támogatásoknak a megkótításától kezdve. Számos olyan intézkedés, ami kimondottan a családokat sújtotta. Mi ezt próbáljuk most valamilyen módon a bértárgyalások eredményével kompenzálni, és remélem sikeresen. Azt szeretném mondani, hogy itt
Tegye fel a kezét az, aki még nem tagja a szakszervezetnek. Remélem, kevesen vannak. Azt biztosan tudom, hogy itt vannak belépési papírok, amik segíthetik azt, hogy ez a szakszervezet még erősebb, még hatékonyabb legyen, hisz azt gondolom, hogy együtt, összefogással, minden évben egyre jobb és egyre jobb eredményt tudnak elérni a vezetők, illetve a ti munkátok teszi lehetővé azt, hogy minél nagyobb bérfejlesztés legyen. Én azt tudom, hogy itt a Tevánál mindenki becsületesen dolgozik, ezért a becsületes munkáért tisztességes bért vár el. És ezért jöttetek ma itt össze, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Köszönöm valamennyiötöknek, hogy itt vagytok, és reméljük, hogy rövidesen megérkeznek Erzsikéjék a jó hírrel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A járműveket engedjétek el, legyetek szívesek, mert útlezárást sem terveztünk, csak egy békés gyűlést. Köszönöm. És tovább fűzve Péter gondolatát, meg amire utalt, hogy mennyire fontos a létszám. Bértárgyalásokon mindig meg szokták kérdezni, hogy mi kik vagyunk, kit képviselünk, hány emberről van szó. És nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy 200-300 ember, vagy azt mondhatnánk, hogy 8-900 ezer ember képviseletében vagyunk itt, az ő nevükben tárgyalunk. Most örülök annak, hogy nagyon sok szakszervezeten kívüli munkavállaló is itt jelen van a gyűlésen. Ha ezek után úgy látjátok, hogy érdemes támogatni bennünket, akkor nagyon örülnénk neki, ha csatlakoznátok hozzánk, mint szakszervezeti tagok is. Még egy gondolat. Most is, hogy éreztessük a tárgyaló felekkel, hogy itt vagyunk. Mutassuk már meg, hogy van hangunk is, hát ha behallatszik oda, és kihat arra, hogy milyen eredmény születik ezen a tárgyaláson. Vannak itt javaslatok, elsősorban talán kiabáljuk fel nekik, hogy béremelést! Béremelést! Javaslatok? Összefogás! 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 Mivel a szakszervezetünk még mindig a biogáz nevet viseli, kiabáljuk fel nekik, hogy hajrá biogáz! Hajrá biogáz! Hajrá!
Üdvözlök mindenkit a merce.hu élőjében, itt a Facebookon. Aki most kapcsolódott be, vagy nem tudná, hogy miről van szó, Debrecenben vagyunk, a Te vagy Elnál. Ugyanis 3-tól 4 óráig zajlik egy béregyeztetésről szóló tárgyalás. Elégedetlenek béremeléssel, vagyis a nem létező béremeléssel. Ezért szüntetünk most itt, illetve várjuk, hogy mire jutottak. Még mindig Debrecenben vagyunk, a Te vagy Elnál. Várjuk a tárgyalások végét, hogy el tudják mondani, hogy mi történt, hogyan állapodtak meg, lesz-e megfelelő béremelés, vagy sem. Addig is a tömeg még gyülekezik. Most körülbelül olyan 250-300 főt tudok mondani, ezt látom. A tüntetés vagy a demonstráció egyébként jó hangulatban zajlik, politikailag független, szakszervezetek szervezték és bonyolítják le. Gracias.
Vagyunk Debrecenben, a Te vagy úgy célgyár előtt.
Mi mindig várjuk a tárgyalások végét, béremelésekről szól a tárgyalás. Egy nagyon békés, tüntető tömeg van itt, a hangulat egészen jó. Körülbelül 253-300 békés tüntetőt láthatunk. Hiszen a béremelésről tárgyalás jelenleg is folyamatban van, még nem tudják az eredményt. Sziasztok! Látom, továbbra is érkeznek a dolgozók. Kérés érkezett a vértárgyalás résztvevőitől, amit már itt kezdtünk az előbb is. Hallassuk a hangunkat, hogy valami eredményt el tudjanak érni. Javaslom megint a béremeléssel kapcsolatban üzenjünk nekik. Mondjuk a tisztességes béremelést követelve, hogyha ebbe segítettek. Tehát akkor mehet. Tisztességes béremelés! 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 Béremelés! Tisztességes béremelés! Tisztességes béremelés! Tisztességes béremelés! Tisztességes béremelés! Tisztességes béremelés! Kétszámjegyű béremelés! Kétszámjegyű béremelés! Kétszámjegyű béremelés! Kétszámjegyű béremelés! Tisztességes béreket! Tisztességes béreket! Megbecsülést a dolgozóknak! Megbecsülést a dolgozóknak! Megbecsülést a dolgozóknak! Érdemi béltárgyalást! Érdemi béltárgyalást! Érdemi béltárgyalást! Tisztességes béreket! Tisztességes béreket! Tisztességes béreket! Tisztességes béreket!
Nem hallom a jobb oldalt, nem hallom. Jobb oldalnak nem kell. Mindent a bal oldalnak. Na ugye, hogy nem. Tisztességes béreket mindenkinek. Tisztességes béreket mindenkinek. Tisztességes béreket mindenkinek. Jöttek újabb ötletek, és azt hiszem, ezzel tudjuk segíteni a tárgyalást. Csatlakozzatok! Csatlakozzatok! Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk! Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk! Itt vagyunk, itt vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Veletek vagyunk! Kiszállhatnának a kocsiból és csatlakozhatnának hozzá, he? Most a többiek, akik nem tudtak kijönni, azoknak is üzenjük, hogy összefogás! 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 Helsinki! 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 Ők kijönnének, de nem lehet. Valakinek dolgozni is kell, hogy meglegyen a hónapi béremelésre való. Többen csak annyit mondtak, hogy több bért, ez elég rövid, a több bért. Mi a több, azt nem tudjuk, mindenkinek a még több bért. Emlékeztetni akarlak benneteket, hogy voltak olyan dolgozói fórumok itt, amikor a vezetők úgy lasszózták össze az embereket, vagy kötelezővé tették, vagy felszólították a vezetőjéket, hogy igenis munkaidőbe küldje oda a dolgozóit, vegyen részt azon a tájékoztatón fórumon. Na most itt nem volt kötelező senkinek eljönni, mégis úgy látom, hogy többen vagyunk, annak ellenére, hogy most a vezetőink ellentétesen viselkedtek, megkérték a helyi vezetőket, hogy ne engedjék ki a dolgozókat. Demokrácia.
hogy vagy szünet lesz, vagy befejezték, bár erre nem látok esélyt. Úgyhogy rövidesen a tájékoztatást fogunk adni a vértárgyalás állásáról. Le fognak jönni a szakszervezet részéről tárgyaló felek, és tájékoztatnak bennünket. Úgyhogy még egy kis kitartást kérünk tőletek. Igen, lehet hívni őket. Gyertek le! Úgy látom, utol vannak a szakszervezeti vezetőink. Arra kérlek benneteket, hogy amikor megérkeznek, egy óriási ovációval, tapssal fogadjuk őket. A legutóbbi tüntetésen mindig előveket. Érkeznek a szakszervezeti tagok. Kedves kolléganők, kollégák, egyelőre nincs jó hírem. Ami nem jelenti azt persze, hogy innen most el kell menni,
mert vissza fogunk menni. És én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ne menjen el. Van még időnk, tehát a rendőrségi bejelentés még tart. De én azt szeretném, hogyha bármi változás van pozitív vagy negatív irányba, azt rögtön mindenki itt tudja meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, hogy ti itt vagytok. Nagyon fontos az, hogy itt legyetek, mert csak akkor fogunk tudni előre mozdulni. Úgyhogy kérem, hogy támogassatok minket. Köszönöm. Szevasztok! Szevasztok! Ezt a sok embert elnézve büszkék lehetünk arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennyien össze tudtunk jönni. Igenis, van összefogás, igenis, ennek nincs alternatívája. Oda bent hallatszik, ahogy kiabáljátok, hogy béremelést. Ha így folytatjuk és összefogunk, akkor érhetünk el eredményt, visszamegyünk és meglátjuk, hogy mit tárgyalt a menedzsment. Úgyhogy tartsatok ki, és összefogás továbbra is. Csak annyit szeretnék mondani, nagyon-nagyon megtisztelő, hogy ennyien eljöttetek és kiálltok a szakszervezeti követelések mellett. Hát nagyon nehezen haladnak a dolgok, ezt azért el kell áruljam. Úgyhogy mi sem gondoltuk, hogy még vissza kell menjünk. Hát bízunk a legjobbakba. Hangosabban. Bízunk a legjobbakban. Magunkban. Maradunk! Nézzük már meg, melyik területről vagytok itt. Apisok! Kiálltatok egyet! Gyöngyszergyártósok! Itt van! És ők is velünk vannak, azok a sokan, akik most délutános műszakban vannak, és nekik nem engedték, hogy kilépjenek, pedig saját munkaidejükből jöttek volna ki. Ezt a vállalat megtiltotta, úgyhogy nem lehetnek itt velünk, de aláírás gyűjtenek közben, hogy ők is velünk vannak. Tartsatok ki! Most kapcsolódott volna be, itt vagyunk Debrecenben, a Teva gyógyszergyár előtt. Körülbelül 250-300-ban szépen lassan gyarapodunk, egy nagyon békés tüntető tömeg áll itt, ugyanis most folytak és folynak tárgyalások a béremeléssel kapcsolatban. Egyelőre nem jártak sikerrel, illetve, mint kiderült, maga a cég nem engedi ki a dolgozói tüntetni, úgyhogy ők most bent aláírás gyűjtenek, hogy lélekben tüntető tömeggel van.
Kérek mindenkit, hogy akinek lehetősége van, aki teheti, az tartson ki még 5 óráig. Azt ígérték a vezetőink, hogy akárhol tart majd a tárgyalás, ők 50-kor felállnak, kijönnek és tájékoztatnak bennünket a fejleményekről, akármilyen eredmény vagy eredménytelenség lesz 50-kor. Nekünk 5 óráig van engedélyünk arra, hogy itt ezt a gyűlést megtartsuk. A tájékoztatójuk után nekünk innen el kell menni, de ha van kitartásotok, nem fáztok, bár ha akarjátok, rakunk be zenét és lehet táncolni. Ha nem fáztok, akkor tartsatok ki, addig még újra kijönnek.
illetve azt kérték, hogy igen, időnként felhallatszik, hogy itt vagyunk, és ez jó, úgyhogy ha van ötletetek, vagy van olyan, aki szeretné segíteni a skandálásba, azt várjuk ide, és igen, kiabáljunk nekik, hogy még itt vagyunk. Tartsunk ki! Thank you.